Eszter, tegyünk akkor pontot egy magánbeszélgetésnek a végére, hogy amikor mi beszéltünk telefonon, te kifogásoltad, kész csók, most átnyúlnék, átnyúlnék, azt mondtad, hogy én egy interjúban Kormos Anettet az ország egyetlen női stand-uposaként emlegettem? Vagy mi volt az én bűnöm? Szeretném, hogyha ezt a tiszta vizet adnánk először is a pohárból, azzal kezdődött, hogy felhívtál Nagy Elánnal, hogy hát én, mint humorista és egyáltalán, majd felháborodásomat tolmácsoltam, ugyanis te nem csak azt mondod, hogy ő az egyetlen női humorista, hanem ezt elismételtek kb. 42-szer. Tehát minden kérdésed így tetted fel. És Anett, te, mint az ország egyetlen női humoristája. Mikor az egyetlen, én már a gyereket tolgattam, amikor hallgattam a podcastet, úgyhogy nem lehetett olyan régen, tehát 16 hónapon belül történt. Tehát akkor várom, te már egy jeles. Várom az elnézést kérésemet. Elnézést kérek, így most. Hát akkor már teltházas humorista voltam, és de elnézést, 40 szavas elnézést kérek, papír és internetes. Többször fogom majd még mondani az interjú során. Egyébként te ilyenre nagyon érzékeny vagy, amikor ilyen... Nem, egyáltalán nem, de az azért esett rosszul, mert akkor már alapból kiestem a Pixisből, mert elmentem szülni, és erre jön ez a mocskos Kadarkai Endre, és azt hiszi magáról, hogy majd itt kiradíroz engem a történelembe. És nem, igazából csak az van, hogy hát az ember azért nem szereti, hogyha nem veszik észre, nem? Vagy az azt jelenti, hogy akkor nem vagy elég jó, vagy nem tudom, ez így nem egy... Benned van egy ilyen kérdés? Nem, hát én most kezdtem el, nem olyan régen, és... Na látod, elő még 5 év volt. Hát 5 év az nem olyan régen, szerintem. Kérdezd meg Györgyet, hogy 5 év mennyi egy ilyen életben, tehát sem ennyi. Szabadságvesztésben sok. Ugye, olyan kezdte ezt. Vagy erre fogunk kitérni hamarosan. Igen, szóval, hogy szerintem azért... 5 év az túl sok is, meg kevés is lenni, de ahhoz sok, amit beletettem erőfeszítést, hogy ne tudd, hogy ki vagyok, ahhoz meg kevés, hogy legyen olyan önbizalmam, amire azt mondjam, hogy ez nem történhet meg, tudod, tehát ez így benne van a pakliban. Te is egy hiú ember vagy? Persze, mindenki az, a férfi a különösen. Igen? Persze. Nálad miben nyert teret? Nem érvényesítem. Tehát már ebben a korban, amiben én vagyok, fegyelmezem magam sokszor, és ennek nem akarok látszatát tenni. Tehát én azt gondolom, hogy a hiúság az arra jó, hogy az ember figyelje magát. Mert mi azért, akik szerepelünk néhányszor itt is, ott is, amott is, ha mondjuk nem egy ekkora nívóval, akkor... Mekkora oltás, nem tudom, figyeljétek! De miért? Nem, ő nem oltás. Tudom, csak... Akkor az embernek figyelni kell arra, hogy ne legyen sok. Tehát a kevesebb több. És a hiúság az pedig pontosan arról szól, hogy egy picit látni kell magunkat kívülről is. Maga az ügyvédkedés is ilyen, és ez úgy belém ivódott, hogy egy picit nekem gondolkoznom kell, nem picit nagyon, az ellenfel fejével. És ezáltal megtanulok kívülről látni. És ez a kívülről látás, ez az ügyfélviszonylatban, bírósági viszonylatban és ellenérdekű fő viszonylatában is dominánsá válik. Saját magadat is valósághűen vagy képes látni egy-egy szituációban? Ezt viszont nem tudom megítélni. Tehát akkor majd megkérlek benneteket, hogy ezt értékeljétek, mert én ezt nem tudom megítélni. Feleséged szerintem jó kontroll. Az a legerősebb. Azt nem is kellene emlegetned, mert őnála... Mert már itt kering valahol a parkoló környékén. Ez igen, 100 kilométerrel arrébb van, de teljesen képes erre is. Ő egy igazi tyúkanyó, én is az vagyok, tehát ketten vagyunk tyúkanyók a családban. Most mindegy, hogy az alkotmányban mit írnak a közeljövőben, hogy ki a fiú, ki a lány. És ketten ugyanazon a két tojáson ültök. Csak kérdezem. Mindegy. De az előbb a hiúságról volt szó. Ebből következik, hogy az asszonyt majd rákérdezek. Mi a megfelelés? Viszont ő tényleg olyan, hogy nagyon egybe tartja a családot, engem is nagyon helyben kezel, de elfogad. És ez nagyon érdekes, hogy ő nekem nagyon fontos szereplő az életemben, mert ha fölmennék, ahogy te mondod, vagy diú lennék, vagy bármi, magammal nem bírnék, akkor visszahoz a földre. Tehát ez egy nagyon fontos. Kordában tart. Nagyon fontos. Hát kordában nem férek már bele, de amúgy lehoz engem, és akkor kicsit kihozanít, és ez nagyon fontos. Volt már olyan, hogy szólt, hogy Gyuri? Persze. Igen? Persze. Ő is, más is, persze. És ez milyen szituáció volt? Hát, itt most nehéz nekem ezt is meghatároznom. Az van, hogy én egy egyébként szenvedélyes típusú pasi vagyok állítólag, és nyugodt. Tehát nehéz engem kihozni a sodromból, de előfordulhat. És amikor ez előfordul, akkor az én feleségem nem azt mondja nekem, hogy hát ez már sok volt, hanem hogy milyen szenvedélyes voltál. És ez lehet, hogy való dicséret, nem? Abszolút. Én csak akkor szoktam ilyet mondani Péternek, hogyha nem akarok kiabálni.
Péter a férjed? Igen. Nem a gyerek a Péter. Igen. Hát nem, Péter, hát igen, értem a utalást. Vannak helyzetek, amiben kicsit úgy érzem, hogy fölényeskedhetnék, de ez csak azért van, mert az ember, akkor sok időt tölt otthon, akkor önmaga hatása alá kerül könnyen. Ügyvédi irodát vezetni hosszú-hosszú évek óta az ember megtanulja a viselkedés kultúrának a magas szintjét. Ügyféllel egyeztetni, ügyfélkezelés, ezt mondom mindig a fiatal munkatársaknak, az egy külön tudomány. Ez egy ilyen alázatos dolog szerintem, tehát ez nekem mindig az alázat szó jut eszembe, amikor erre kerül a szó. Nem csak alázat. Hát... Bejön hozzám az ügyfél, mint régen mondták, hogy a nadrágos emberhez bemegyek, vidékiek, ugye? És én olyat várok tőle, amit én nem tudok. Tehát nem lehetek alázatos, nekem kell adnom egy bölcsességet, egy igazítást. De a szakmai iránt. Az más, nem az a, más. Nem az emberek iránt. Bocsánat, hogy félreértettem. Igen. A szakmai alázat. Az embereket azért hagyjuk ki ebből. Fontos, a mi szakmánk 80%-a pszichológia. Az enyémnek meg 100, jó? A tietek 110. Így van. A tietek 110. Igen. Eszter egyébként végzett pszichológus. Igen. Na hát akkor beletaláltam. Igen. Jó, igen. Én nem a szakácsot emlegettem. Hát az sok közöm nincsen, azon kívül, hogy nem tudom, végigüldöznék egyet most az Andrássy úton, de azt akartam mondani, hogy amúgy szerintem teljesen, tehát én nem használom a hiúság szót ebben az esetben egyáltalán magammal kapcsolatban, legalábbis biztosan nem György nevében nem tudok sajnos nyilatkozni, de hogy ez szerintem ez inkább így a nem tudom, hogy az önbizalom, vagy pedig így önbecsülés. Az önbecsülés, ez az a szó, ez ezt kerestem. Igen, az önbecsülés, és a kettő között óriási különbség van. Ti például, ha már ezzel kezdtük, Kormos Anettel versengtetek, vagy versengtek? Nem, egyáltalán nem. Nem is volt ebbe így benne megkérdezhetünk ki az a Kormos Anett, nem? Igen, annyira kicsi az Anett, hogy versengjek vele, amikor érted 35 kiló, és így nem lett volna ez egy... Nem, az van, hogy amikor én annó elkezdtem, akkor ő akart engem mentorálni, csak aztán én akkor így azt éreztem, hogy most nem jött el az én időm, hanem még a szakmai karrieremet akartam építeni. HR-esként? HR-es, hát nem pszichológusként igazából. Uh-huh. A HR-es az olyan degradálóan hat ilyenkor, amikor azt mondják egy diplomás pszichológusnak, HR-es akartál lenni, és így igen, szóval, hogy igen, és aztán utána pedig, amikor bekerültem a Duma Színházhoz, és ő már akkor mentorálta az új kezdőknek egy részét, akkor ő már kifele tendált onnan. Tehát, hogy igazából, amikor készült az interjú, akkor ő már főleg írt. Tehát, hogy ő már akkor nem is a színpadon volt inkább, és az igazság, hogy hiányzik is mindannyiunknak szerintem a net, mert nem, tehát az a jó, hogyha sokszínű valami, és elbírja a magyar piac, hogy legyen több és nő. Nem úgy látod, hogy legyen vetélkedő? Hogy az jót tesz? Nem lenne vetélkedő soha, mert teljesen más típusú humorunk van, tehát hogy semmiféle átfedés nincsen a karaktereink között sem, meg a humorunk között sem. De ha egyedül lennétek, ahogy Endre ezt elképzelte, ugye, hogy vagy csak ő van, vagy csak te vagy, igen, akkor jót tesz, ha vagytok. Jó, de van a Fruzsi, amúgy az Ács Fruzsi, aki szintén ugye humorista és nő. Értem és, a célzást. Igen. És a Vagnoma, és nem az egyedüli, és nem az egyedüli. Igen. És hogy például mi annyira nem versengünk, hogy én lettem hamarabb ismert, és viszem magammal mindenhol, ő az előzenekarom. Tehát azt szeretném, hogyha többen megismernék őt is, meg az ő humorát is, mert az is teljesen másfajta. Úgyhogy igazából biztos, hogy szerintem ez inkább mindig individuum kérdés, hogy az ember kire kattan rá, mint erről egy pszichés dolog jutott eszembe, szabad így átvenni egymás szavát? Sőt, csak ezt szabad. Mert ha nem veszük át egymás szavát, akkor vissza kell adnom ezt, meg kölcsönkényír. Erre senkinek nincs szüksége, hogy ezt történjen. Szóval azt észrevettem magamon, hogy akár tárgyalási pozícióban, akár esetleg csak az íróasztalnál vagy a magánszférában, ha egy csinos nő van a társaságban, valahogy másképp produkálok. Jobban? Igen. Feldob. Uh-huh. Nagyon szívesen, ezért hívtak meg ide, György, hogy végre legyen valami minőségi produktum tőled, és hát akkor tessék. Ezt nagyon megköszönöm, jövök máskor is, és azt gondolom, hogy ez valahogy inspirál. És amikor férfiakkal kell, csúnya férfiakkal, esetleg szakállas, kopasz, szemüveges. Mint az apám, eddig gyakorlatilag leírtad. Akkor kérlek szépen nem olyan éles az ember agymenése. Tetszeni vágyás ez? Hogy imponálni akarunk a nőknek? Figyelje rám oda. Ugye van ilyen pszichis?
Igen, életközepi válságnak hívják. Direkt nem kapuzálás, itt mondtam, ez egyre késő van, de csak hogy próbáltam udvarias valamit. De lehet, hogy előrébb jött. Az igazság, hogy ez nem is pszichológia, ez evolúció. Tehát, hogy ez szerintem a maghintésnek a szűnni nem akaró belső hátsó feszültsége. Jaj, de szépen az így benne van a férfiakban. Ez igaz, igaz. Recceni akar, meg igen. akar felelni, csodáljon, ha már a fizimiskán. Mint a pávák, tudod? Olyan, nézd csak, hogy mit tudok érteni. Téged én olyannak néznek, hogy már fiatalon is lyukat beszéltél mindenkinek a hasába. Az gyerekkoromtól származik, ugye? Igen, onnan származik. Ja. Ez is egy pszichés jogeset, valószínűleg ez történetet, mert azt soha, de soha nem felejtem el, hogy voltam első-másodikos osztályos általános iskolában, amikor is a tanárnő kiment cigizni, hát miért nem mennek a tanárnő cigizni. És azt mondta, hogy na akkor Magyar Gyuri, te állj oda ki az osztály elé, és tartsd őket szóval is, fegyelmezzed őket, és mesélj nekik. Na most abban az időszakban én kérlek szépen kettő, azaz kettő könyvet, most se sokkal többet. A római jog egyet, ugye? Nem, akkor voltam első osztály és mások között, hanem egy Vinetut olvastam, egy indiánost, és Hollós Korvin Lajostól olvastam a Vörös Torony kincse című alkotást, ez most történetett kb. 60 évvel ezelőtt, tudod? Mint a tegnap lett volna, úgy emlékszem rá. És ezt a két anyagot én úgy, ahogy van, összekutyultam. Tehát nálam az indiánokat a kurucok üldözték, tudod? Uh-huh. És ezt olyan historikusan tudtam elővezetni. Gyakorlatilag a mai politika. Vagy gyakorlatilag megelőzte a korát a György, és gyakorlatilag ez a mostani ilyen, hát nem is tudom, ilyen érvelési kultúránknak a szerves része. Azt mondtátok, hogy nem politizálunk, nem is politikai. Ja, jó, csak bocsánat, ugye, akkor nem. Én nekem akkor csak a kenegeted a májamacát, semmi baj nincs ebben. Hanem akkor ott én már azt gondoltam, hogy én akkor az osztálynak tudok olyat mondani, ami különlegesen jót tesz. Hát persze hülyeség volt az egész így utólag visszagondolva, de a tanárnő már akkor szólt, hogy hát Magyar Gyuri, neked valami különleges. Sorsok mentek tönkre aznap. Csak ennyi mondanék, hogy hány osztálytársa kering azóta is itt a környéken, és keresi a kurucokat. Indián ruhában. Igen. Tomahawkkal. Én nekem egy kicsit csalódás ez a történet, őszintén szólva, mert én azt gondoltam, hogy olyan helyzetekben remekeltél, mint amikor valakit bezártak ilyen szobafogságba, és te kiszabadítottad őket, kibeszélted őket a szobafogságból, meg a délután büntetés úr, meg a nem tudom, a plusz tesi köröket lebeszélted a ja, talára. Tusz, azt is lehetett. Ilyen is volt, igen, és akkor meggyőztem a tuszokat, vagy a tusztartókat. Igen. Most aztán már gyerség ki. Hát vannak meggyőző előadásmódok, szükség van erre, különösen perbeszédben, hogy a büntetőügynek egy nagyon fontos szakasza a perbeszéd. Mutatsz, vagy érzékeltetsz valamit a hallgatókkal, egy trükköt, hogy tehát ha meg akarnál engem győzni mondjuk valamiről, hogy nem vagy elkövető, vagy elkövető így vagy. Van, igen. Milyen retorikai trükköt tud bevetni egy ügyvéd, hogy én egy pillanatra meghökkenjek, és azt mondom, hogy basszus, lehet, hogy igazán van. Ez nagyon fontos, amit most kérdeztél, mert el kell térni az átlagostól. Extrúzívvá kell válni. Olyan megnyilatkozásokat kell tenni, amik váratlanok, és nem kiszámíthatóak. Mert ha olyan maradsz, akkor nincs veled figyelem. És ez megint az, amit kezdtél feszegetni, hogy van-e figyelem, van-e fiúság, van-e exhibicionizmus, tehát ez ugyanaz a történet, csak tartalmával kell kitölteni. Tehát itt nem elég a külsőség, nem elég a dumaképesség, ide szükség van. De a mivel lehet meglepni? Hát egy váratlannal. De mi számít váratlannal? Hát ami nem oda illik. Ami na vágyatok! Ami logikailag kilóg, ami nem oda illeszkedik, tehát valami extravagancia. Mondok még valamit. Ez a humornak a receptje is, ha már igen. tartunk, igen. Hogy szokták kérdezni, mielőtt megkérdezni, gondoltam, segítek neked, Endre. Köszi. Hogy kérdezni magadtól igen, valamit. Igen. Hogy a humornak is ez az alapja, hogy olyat mondja, mire nem számítanak. Pontosan. Tehát felvezetsz egy logikai sort, és akkor a végén pedig teszel rá egy csattanót, ami ugye nem kiszámítható. És ugye azok az unalmas humoristák, akik nem tudják ezt megcsinálni. De gyakorlatilag minden már így van. Én voltam az első általános iskolában, aki a fogalmazásba kérdéseket is tett, nem csak kijelentő mondatokat. Ott csillantottam meg először a figyelemfelkeltés iránti ambícióimat, és egyetértek Györgyel, hogy szerintem az emberek akkor lepődnek meg a legjobban, amikor egy olyan helyzetben, ahol monológra számítanak, párbeszéddé változik. Igen. És van egy ellenpéldája, az életből hozok egy példát, hogy a hallgatók se unják meg a műsort, és ne kapcsolják ki.
Ez pedig az, amikor te mész a gépkocsiddal mondjuk, és részt veszel a közlekedésben a rendje és módja szerint. Majd csinálsz valami olyat, ami nem tetszik a mögötted jövőnek. És akkor a mögötted jövő megáll, odaáll melléd, letekerteti veled az ablakot, és elkezd veled üvölteni, toporzékolva ordít, hogy maga egy barom, ezt csináltad, és akkor te ilyen nyugodt hangon visszakérdezed, és akkor tessék mondani, önnem még ilyesmi nem fordult elő soha, és elkezded a hangodat egy kicsit rebegtetni, egy kicsit másképp, mint amire ő számít. Mert oda megy feldúltan ordítani, toporzékolni, de pedig nem ordítasz vissza, akkor lefegyverezted. Igen, ez egy kerületfüggő elmélet, szeretném elmondani, hogy nálunk a Ferencvárosban ez nem működik, egyszer megpróbáltam, és nem működött, de el tudom kézni, hogy valamikor működik. De igen, tehát... Megkéseltek? Nem késeltek meg, de az van, hogy azt vettem észre, hogy bizonyos helyzetekben az emberek inkább addig üvöltenek, amíg vége nem lesz az egésznek, csak hogy nehogy az derüljön ki, hogy nem volt igazuk. Tehát, hogy van ez a... Hát, aki ordít, annak nincsenek érvei. Igen. Hát az a legfontosabb. Hívjátok fel Puzsér Robert, hívjuk fel, és kérdezzük meg, hogy mit gondol erre a tézisre. Neki ez a hanghordozása. Nem bántom érte, neki ez a hanghordozása. Ez semmi gond nincs, ebben mindenkinek van egy sajátsága. Ugye ez a sajátosság, ez egyedivé teszi. És ezeket az értékeket meg kell őrizni. Téged is biztos azért szeret a közönséget, ha egyáltalán szeret. Ha ezt akartam, honnan tudjuk, életemben most láttak először, szimpatikus vagy, de ez elsőnek is utolsónak. Ez csak a 20 000 forint miatt van, amit az előbb átnyújtottam neki az asztalra. Pedig megbeszélték, hogy eurót fogsz. Így van, nem? Kinek van pénz euróra, Gyuri? Ez kinek? Ami szerintem kettőtökben nagyon közös lehet, aztán lehet, hogy majd kijavítotok, hogy szerintem ti nagyon szerettek cinikusak lenni, és mondjuk zavarba hozni a másikat. Nekem van egy ilyen érzésem. Én nem törekszem erre, csak hogy megtörténik. Szándéktalanul. Én nem... Úgy hívják, hogy gondatlan elkövetés. Igen. Tehát idefelé az a 4 srác, akit elgázoltam, tökre nem volt direkt. De az van, hogy... hogy tetszik az ügyvédnek, azt mondja, szeretem az ilyet. Lesz egy jó ügyünk. Lesz egy jó ügyünk. Minden héten légy szíves valami bűncselekményt elkövetni. A közlekedés ügyek azok hálásak. Ja, jó, hát erről később beszélhetünk. Van egy tervem, csak azért. Így még jól jöhet. De mindegy. Szóval, hogy... Ja, mi volt a kérdés, hogy gyorsan, igen, hogy... Zavarban, nem szándékosan hozott zavarban. Nem, én azt feltételezem mindenkiről, hogy hasonló az észjárása. Magamból indulok ki nagyon sok esetben, és én nem azért vagyok cinikus, mert sértegetni akarok valakit, hanem mert ezt én egy kellemes feszültségoldó mechanizmusnak tartom, és... akkor magas labdát dobálok valakinek, mint hogy neked a telefonba, ugye? Hallottátok volna, hogy izzadt a kis Endre? Na mindegy. És ugye? És szóval, hogy? Igen. Még a tenyeri dörzsöl is volna a hallgatóknak. Már húzza a boxkesztyűt. Csak nem látják a hallgatók. Igen. És sose bernék meg senkit, mert egyrészt itt egy ügyvéd, ugye? Másrészt pedig hát az nagyon, nagyon eszköztelenség a verekedés. És nem, hanem az van, hogy én szeretek ki magas labdákat dobálni, mert nagyon hamar kiderül, hogy kivel lehet, meg kivel nem. Ha valakivel nem, akkor az csalódással tölt el? Hogy... Nem, én nem vagyok ilyen, nincsen ilyen magas elvárásom az emberekkel szemben, csak mindenki szerintem törekszik arra, hogy a hozzá hasonlatosokat így kiszűrje. De akkor az feldob téged. Nagyon. Ugye? Ez a fontos, mert hogyha más kategóriával vagy más színvonallal találkozol, tompít. Igen. Akkor mi is visszaveszek magamból, mert nyilván nem kezdesz el, nem tudom. Van, nem akarsz fölényeskedni. Nem akarsz fölényeskedni, mert ez nagyon így van. Ez nagyon így van az emberi kapcsolatok világában. Nem akarsz fölé kerülni, de a humor az csodafontos. És azt mondod, hogy mi van köztünk közös. Talán az, hogy tudunk egy picit ironikusan is megszólalni. Ő neki mondjuk ez a hivatása. Nekem pedig időnként ki kell szólnom magamból. Tehát ki kell beszélnem a szövegkörnyezetből. Nem csak azért, hogy magamra hívja a figyelmet, ez is valószínűleg benne van, hanem azért, hogy oldjam azt a feszültséget, ami kialakult egy szituációban. Igen, a másik pedig az, hogy szerintem, ha az ember túl komolyan veszi magát, az annyira kiábrándító. Tehát lehetsz akármilyen szakmai zseni, hogyha ha csak veled van tele a szoba, amikor ott vagy, akkor, és nem tudsz ennek adni ilyen különböző ilyen szelepeket, meg ilyesmi, akkor tényleg nem megy át az üzenet, másrészt pedig az embert nem akarnak veled időt tölteni. És ha nem ez a célod, így hosszú távon, akkor ez nem kifizetődő szerintem. Még valamit megfigyeltem magamban, ha már magunkat itt analizáljuk, hogy... Ha bevonjunk egy társaságba, és mondjuk nem tudjuk, hogy mi lesz pontosan a következménye az együttlétnek, és kinek mi az álláspontja, akkor én eleinte hallgatok. Nem viszem a prímet, de aztán dominálom.
Igen, ez egy, nekem is egy szokásom, hogy mondjam, nem tolom mindenkinek az arcába a farkamat, ahogy az angolok szokták mondani. Nem szokták ezt mondani az angolok, hanem azon, hogy az ember... Mondd angolul, igen, többiek igen. is megértsék. Igen. Szóval azon, hogy az ember szerint mindig ettől minden egyes interjúban megkérdezték, gondolom, ott is le van írva valahol a kis papírjaidon, de... Nincsenek hogy, kérdések hogy, felírva. Persze. Nincsenek kérdések. Szóval, beszélget is van neked részt. Igen, látom. Szóval, 4 órája erre készül. Nem is aludt. Igen, és az előző beszélgetés is áthozta ide. Ugyanaz mindig azt a standardet használom. Ezek a klisék, persze. Igen. Na, folytasd, jó, megzavartunk. El is felejtettem, mire azért, annyira ez itt, na látod, itt van, mondani. Itt jött igen. be az. Megzavarod őt, kiesik a szerepéből. El is ítéltek pillanat alatt ott, hogy... Nem akarod beletolni más arcába a farka. Igen, mert az van, hogy... Ez megragad. Így van. Apropó. Igen, szóval az van, hogy az ember mindig megkérdezik tőle minden interjú, hogy mindenhol ez a karakter vagyok-e, hogy betöltöm a teret, és hogy akkor izé szórakoztatok, és belevágok, és ilyen, stb. De alapban pszichológus vagyok, aki nem csinál semmit, csak irányított kérdéseket tesz, ha meghallgat. Tehát, hogy nekem nincs meg ez az igényem arra, hogy mindenhol én legyek a fő primás, ezért is tudunk beszélgetni a Gyurival gyakorlatilag, akit már negyedjére hívok önkéntesen Gyurinak, valószínűleg ez emiatt tesz. Gyurka bácsi, vagy bármi, perceken belül igen. Gyurci leszek. Én is nekem olyan mindegy, az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat. Én azért örülök, hogy ő mellette ülhetek, mert átragad rám a jó kedve a hangulata. Még azt szeretnék kérdezni, mórikálás helyett még azt szeretném megkérdezni. Szabad nekem is kérdezni? Sőt, abszolút. De akkor te fogsz legközelebb válaszolni, hogyha ez így folytatódik, hogy te a hangoddal játszol? Persze. Tehát amikor láthatsz mondjuk egy öreg néni hangon jössz be, vagy forró. Jaj, nekem nem ilyen humorom van, én főleg ilyen megfigyelés alapú humort, tehát hogy én összefüggéseket keresek, nem szoktam nagyon eljátszani öreg néniket, meg, tehát nem ez a kisgyerekeket. Nem ilyen rádiókamar is az egész, hanem inkább lehet, hogy sikeresebb lennél, nem? Storyteller vagyok így a saját életemből. Lehet, hogy sikeresebb lennél. Nem hiszem. Látod, majdnem beugulott. Nem csak végig gondoltam, hogy mit mondtál, ezt lehet, hogy ez hülyeség, és próbáltam nem úgy tenni, mintha ellenézni nekem miatt, úgyhogy nem. Nem. Az, hogy ami hiányzik szerintem a magyar humorból, én azt szerintem kicsit pótolom, a női ágon legalábbis, hogy én végtelenül őszinte vagyok a színpadon, magammal kapcsolatban, és akkor a hangoddal miként játszasz, ez volt az alapkérdés? Hát fel meg leviszem, meg ilyesmi, tehát, hogy... Ide viszed, oda viszed. Igen, van például egy színpadi hangom, amit két év után vettem észre, hogy van egy ilyen mélyítek rajta, egy bugatott, kicsit zengetett. Igen. Egyébként egy pszichológus, azért egy pszichológusnak, mert tulajdonképpen elsősorban a saját maga által megoldatlan dolgokat szeretné helyre tenni? Nyilván, természetesen mindannyian beteg hülye emberek vagyunk. Én nem ezt állítottam, de egy nagynevű pszichológus professzor, tudomásom szerint úgy kezdte például, amikor oktató. Az már pszichiáter, az a pszichiáter. Önök azért vannak itt, mert elsősorban a saját gondjákat. Mondj már valakit, akinek nincs ilyen. Tehát, hogy emelj ki a társadalomban egy embert, akinek nincsen megoldandó problémája. Ez egy olyan merítés, ami mindenki akarja megoldani, és tudatosan. Nagyon meglepődöm én is azon, hogy milyen emberek lehetnek pszichológusok, meg hogy milyen emberek lehetnek pszichiáterek, de azon is nagyon meglepődök, hogy milyen ember lehet belgyógyász, tehát, hogy ez egyáltalán nem kifejezetten a mi szakmánkból ered, hanem tényleg sokkoló, hogy mik mennek át a szűrőn mindenhol elképesztően, és nyilván nálunk is vannak különböző variációk erre a témára, de én azért mentem pszichológusnak, mert volt bennem egy ilyen nagyon furcsa identitás már 9-11 éves koromban, és akkor már tudtam, hogy ez leszek. És megkérdezte apukám a konyhában, pucolhatok a krumplit, hogy na, akkor fiam, merre fogunk itt indulni, hogy készítsem a pénzt, ugye, mi lesz így az. És mondtam, hogy én pszichológus leszek, meg a Fábri Sándor. Ez a kettő. Igen. És így sikerültél. És nem erőködtem rajta, hanem egyszerűen csak így volt. Miért akartál pszichológus lenni? Én nagyon szeretem az embereket, meg nagyon nekem az interakciók az emberek között, és az, hogy ezeket fel lehet fejteni, van rá képlet, hogy ezeket le lehet képezni, hogy ki lehet számolni, ki hogyan fog cselekedni, lehet segíteni az embereknek a lelkén, az, hogy lehet, ki lehet moccantani az embereket vesztes helyzetekből. Hát ezek csodálatos dolgok. Betaszítani. Én egy olyan pszichológus akartam, tönkre akarta tenni az embereket, de hogy betaszítja. Nem. Betaszítja. De hogy igen, aztán viszont így felismertem, akkor elvégeztem az egyetemet, és elkezdtem dolgozni, hogy ezt túl misztifikáltam, vagy hogy ennek még most nincs itt az ideje, hogy infantilis vagyok, viszont nem akarok nem infantilis lenni, úgyhogy ráfeküdtem a másik dologra. Kérdezted ugyanezt én tőlem is, ha nem kérdezted, akkor megkérdezem magamtól, hogy én is fertőzött voltam már krimiben.
egész érdekes módon. Valaki fertőzöttet mondott? Azonnal adjuk el a terület. Megfertőzöttem. Ja, van itt a vírus, itt van a maszkunk, itt hoztuk magunkkal a maszkunk. 63-ban, nem most volt, 1963-ban ölték meg Kennedyt az Egyesült Államokban. És engem ez a kérdés akkor halálra idegesített, nem idegesített, izgatott. Meg kellett oldjam. Ez feladat. Én is lehettem volna. Feladatnak éreztem, hogy ennek valamiféle varia, és mondom, magyar oldalról, tehát az irodalom oldaláról eléggé megvoltam más spékelve, és akkor én írtam egy novellát abban az időszakban, amely arról szólt, hogy mi történhetett itt a Kennedy gyilkosság összefüggésében. Ennek a kis novellának az volt a címe, hogy a fekete-sárga utasa. A fekete-sárga az egy repülőgép volt, és az én verziómban az alelnöknek állt érdekében, cui prodest, kinek áll érdekében, hogy az elnök eltűnjön az élők sorából. Hát nyilvánvalóan az én verziómban az alelnöknek volt. Johnsonnak. Így volt érdeke, mert ő neki volt útjában. Következésképpen én az én dolgozatomban ezt dolgoztam ki, hogy ő hogyan oldotta ezt, meg a repülőgép utazással, stb. Tehát ezt csak azt akarom mondani, hogy kerestem már akkor indokolatlanul, senki nem kérdezte meg tőlem, hogy van-e véleményem 13-14 éves koromban, és magamtól lett egy ilyen érdeklődésem, és aztán így maradtam valamilyen formában. Igen, ez a sorsnak az újja, vagy nem tudom, hogy szerettek ezt mondani. Sorsnak az ökle. Igen, hát kit öklöznek, kit újaznak, hát igen. Ez mindegy, az a lényeg. Nem akarunk itt személyeskedni, de hogy igen, hogy kicsit ez mindig benne volt a levegőben, és én azt hettem vissza, hogy az ember megteheti, hogy a sorsa ellen megy, tehát hogy én is elmentem ugye másik irányba, mert azt kérdeztem, hogy itt kell nekem bizonyítani, de akkor unalmasakká válnak a hétköznapok, és érdektelenné az élet. És lesz még belőled pszichológus egyszer? Pszichológus lehet, hogy lesz, de az biztos, hogy nem leszek nagy multinál HR-es, meg mit tudom én, tehát ezek így abszolút nem. Attól elment a kedved? A nagy multiktól abszolút. Mert hogy az voltál HR-es. Nekem az volt a fejemben, hogy ez egy teljesítmény, hogy nagy multinál eljutni egy ilyen HR vezetői pozícióba. És nem szeretnél lenni egy igazságügyi pszichológus szakértő? Az is érdekel. Aki, segíti a bírósági munkát annak megítélésében, hogy mi lehetett a motiváció. De az mi? Nagyon király lehet. Ugye ez nagyon izgi. Ez nagyon izgi. Az én kislányom például, aki úgy hasonlít rád, mint egy tojás a másikra, az mindig erre készült. Igen, egész életében erre figyelt, hogy a krimi és a bűncselekményből, hát ilyen humán tevékenységet végez, most is emberekkel foglalkozik, de egész... Prosecutor. Igen, szóval ez érdekes, hogy egész kicsi korában ez az érdeklődése volt. Ez az én pályámmal nem volt összefüggésben. Van a nagyfiam, mert 3 gyermekünk van, a nagyfiam az pedig annélkül ő szólt volna, elment a jogi egyetemre és elvégezte. És nem azért, mert én ezt mondtam vagy javasoltam. Egyszerűen ezt érezte magából kikövetkeztethetőnek. És egy ragyogó felkészültségű jogászt tett belőle, aki most már nemzetközi vizeken nevez. És a harmadik? Ő Dánielke, a középső gyermek, aki tipikus középső. Uh-huh. És középsőként aztán kapta innen, kapta onnan, de őnek is megvolt a saját elképzelésrendszere. Már beszéltünk a feleségemről, ő már ő rá hasonlít, tehát ő egy másik világból érkezik, odaadja anyját, apját és minden, ami van mindenkinek. Uh-huh. Ha valaki meg akarta kérdezni, hogy hol van a család, melyik tagja, mit csinál, akkor Danit kell megkérdezni, mert Dani tudja, mindenkivel törődik, mindenkivel gondoskodik. Ő is elvégezte a közgazdaságtant, elvégezte a jogot, most itt dolgozik, és megmondom neked őszintén, hogy ő is megállja a helyét. Szóval a gyerekeimmel ilyen értelemben elégedett vagyok, Nogdácu 6 darab unokával, ami szintén nem rossz. Majd Szapora egy család ez a... ez a magyar család. Igen. Majd eljössz te is ebbe a korba. Hát nekem már van egy gyerekem, köszönöm, most egyre jó vagyok. Van egy macskám, és az is elég durva, úgyhogy nem tudom. Két lányulokám most hozott haza két kis macskát. Na látod, nem bírnak magukat. Már ő hozzájuk, hál' Istennek, nem mi hozzánk. Azért is gondoltam, hogy esetleg, aztán persze nem akartunk senkit megbántani itt a pszichológusok közül. De sikerült. Sikerült? Nem állt nekem semmi. Szerintem ezt senki nem veszi magára. Nem veszi magára? Nem, általában még onnan lehet tudni, hogy valaki rossz pszichológus, hogy semmilyen önismerettel nem rendelkezik, és nem önreflektív. Tehát őket nem lehet megbántani, mert biztos benne, hogy nem rácélzom. Látják magukat kívülről? Nem hiszem. Nem jellemző. Már a rosszak. Igen, de hát igazából az főleg, amikor rossz pszichológusról beszélek, akkor olyasmire gondolok, akik beleviszik a saját hitvallásokat, meg a saját gondolataikat egy naturalisztikus helyzetbe. Ügyvédés, ez a legrosszabb. Igen. Tehát, együtt tudsz írni az ügyfelének a vállán. Hát az a legrosszabb. Nekem van egy ismerősöm, akinek vizet visszatartási problémái lettek 3 év praxis után, mert annyira hazavitte így a stresszt. És percenként bepisír szegény. Én nem tudom, nem kérdeztem, hogy pontosan mennyiszer, de ha gondolod fel, hogy nyugodtan
Szóval, hogy igen, de hogy azt én azt gondolom, hogy, aki beviszi... Nem tud kívül maradni. Igen, meg aki előítéletes marad emiatt. Tehát, de hogy tudod, milyen nehéz? Hát, te tudod a legjobban, hogy ez milyen nehéz, mert közel kell kerüljél a partneredhez, vagy a vizsgált személyhez, a mi esetünkben az ügyfélhez. Közel kell kerülni, de úgy kell közel kerülni, hogy távolságot tartasz. Igen, a határok borzasztó. A legfontosabbak. Nálatok tényleg... Hát nem tudom, gyufa fej nagyságú dolgokon múlnak dolgok. Tehát, hogy ez egy abszolút analitikus szakma, és ezt máshogy nem is lehet csinálni, csak így. És ez nagyon emberi. Nagyon emberi. Ez olyan, mint a te szakmád. Tehát ez nagyon, nagyon emberi. Nem a közönség. Akkor most jön a következő rész, ahol cserélünk egy napra. És, hát, és az Endrére mire készült, igen. Mert lehet, hogy át is kell öltözni. Én biztos, hogy nem öltözök át, ennyit mondanék. Most miért nem? Nagyon nehezen öltöztem fel. Akkor lefelé is nehéz, hogy felöltözni. Azért is kérdeztem ezt a pszichológusi dolgot, mert azt lehetett olvasni, hogy hallottam talán valamelyik interjúban, hogy neked időben voltak pánikrohamaid. Én azt hittem, hogy arra nézvést kerestél. Idefelé jövet is volt egy, mert tudtam, hogy fog később. És még most is tart. Igen, voltam pánikbeteg. És, ez mennyi ideig tartott? Hát nem volt olyan hosszú. Úgy kezdődött el, hogy amikor összejöttem a férjemmel, akkor nem volt a férjem, hanem még egy nagyon romantikus ember volt, aki udvarolt nekem. Romantika az nem tűnt el azért, mert olyan hangsúlyos. Nem akarok erről beszélni, mindegy. Nem, hát most gyerekünk van, most nincs romantika. Na most is. Ezért van, porszívózás van meg. Úgyhogy nem az a lényeg, hanem hogy... Nézd, milyen piros lett, most kell levetíteni az arcát. Persze, nekem is melegem lenne ebben a pozícióban. Felveszem édesanyám fotóarcát. Szóval. Így van. Szóval az van, hogy ugye azt is gondolok, akkor olvastad, hogy én elveszítettem a bátyámat motorbalesetben 2007-ben, és akkor Péter összejöttünk, az 2010-ben volt, és én akkor a gyászmunkának már a folyamatának hát így egy olyan stádiumába léptem, ahol hát megint a kérge szót fogom használni, kicsit így hozzászoktam ehhez a nihilhez, amiben így az életet. Tehát nem volt akkora amplitudója az érzelmeimnek, hanem... Ez hanem a tragédia most, miatt? Hát lényegében. Tompultság. Igen, az a nagy veszteség után az ember. Gyászreakció. És akkor utána jött ugye Péter, és ebből teljesen kimozdított, és ugye nagyon nagy volt a szerelem, és... De ezáltal? Tehát egy olyan érzelmi amplitúdóért ezáltal? Nem, az volt a baj, hogy hát így tudtam megfogalmazni magamnak, hogy újra nagyon fontos lett valaki, és az a mechanizmus kapcsolatban bennem, hogy valakit nagyon szeretek, nagyon fontos, meg fog halni. És akkor ez a te amnézised, igen, ebből igen, származik. Igen, és meg fog halni, és akkor jó, ha nem ő, és akkor nem ő fog meghalni, mert ez hülyeség, akkor én fogok meghalni, vagy valaki. És az a feszültség, ami az van, hogy a kontrollt a kezedben akarod tartani, hogy mindenre kihatással legyen, hogy sehol ne legyen baj, ez egy olyan magas hőfokon üzemelsz egész nap, hogy minden, tudod, egyszerűen te minden... minden új végződésedből valami próbálsz kontrollt tartani, érdekes. Hogy elfáradsz, és ugye van az az üs vagy fuss, és akkor mivel nem tudsz megküzdeni, mert ez egy láthatatlan stresszfaktor, ezért így egyszer csak ugye kiégsz benne, és akkor utána lesz a pánikbetegség, az így gyakorlatilag így alakul ki, és azt kell felfedezni, az az érdekesség a pánikbetegségnek, hogy egy nagyon blőd dolog tudja, egy nagyon pici rossz levont konzekvencia, egy rosszul elraktározott érzést tudja okozni, és úgy ki lehet húzni, mint egy fogpiszkálat az évből. És neked nem kellett segítség pszichológiai? Én elmentem az egyik pszichológus barátomhoz, hogy egy órán keresztül kiventiláltam neki, hogy mi megyek most keresztül, igen. És utána pedig meggyógyítottam magam a Szorongás fóbiák pánik című önsegítő könyvvel. Fejezette. Nem, ez egy könyv, és úgy kezdődik, hogy ki kell tölteni egy tesztet, és hogy mennyire hogy hajlamos a pánikbetegségre, és végigmentem, hogy és terápián vettél és saját magad igen, által. Igen, de a barátok és az alkohol nagyon nagy segítség. Alkohol? Igen. Milyen szerencsénk. Egyetemista voltam, ne viccelj. Hát sokat ittál? Mindenki sokat iszik. Ez nem mindenki azért. Láttam én olyan egyetemistát, aki nem jól sokat. Én például abszinens vagyok. Hát akkor fejezzük is be. Én nem bízom az olyan emberekben, akik abszinensek, csak ennyit szeretnék mondani. Mi van a bögrécskédben? Hát ez az, hogy semmi. Tehát ez egy végtelen unalmas. Na mert a klubrádió vigyel a részletekre, igen. Csak ezért. Nyilván nem ilyen kúrosan sokat ittam, hanem nekem azok mindig sokat adtak. Nekem a buli akkor is azt jelentett, hogy elmentünk a barátaimmal, kiültünk egy közterületre, valami jó helyre, valami hangulatosra, és akkor volt italozás, és akkor ment a nagy világ megváltása, nagy filozófia, nagy beszélgetés. Kellett hozzá az alkohol?
Az mindenhez kell. Nem biztos. Mindenhez kell. Mindenhez? Még a bombon megy be is van alkohol, amiről beszélünk. Fordítva, hogy ezt mondják a gépkocsi vezetők is, amikor elkapja őket a rendőr. Előző életemben lehet az megettem egy bombont, igen. De érdekes, hogy, nem, tehát, hogy sokkal többet beszélek az alkohol, mint annyit iszom. Tehát, de te bírod az alkohol? Tehát az a típusú... Régen bírtam, de aztán szültem gyereket, és tegnap megittem egy gin tonicot, nem tudom, 87 után, hogy most akkor megiszolja egy gin tonicot, és konkrétan azt éreztem, hogy vigyetek innen! Utána kocsiba ültél, és ezért volt az, amit az előbb mondta, hogy négy embert ütöttél el idefelé. Nem kell spoilerezni, György, majd ezt el fogom mesélni neked, hogy mikor volt a körülmények. De engem a jogeset izgat, tudod, engem a jogeset izgat, nem az, hogy iszol, vagy nem iszol, mindenki iszik. Te például tudod, mi az a kupa mihályozás? Hogyne. Az a kedvencem, készültél. De az mit jelent? Én nem tudtam. Az micsoda? Mondjátok el nekem. Hát a kupa mihályozás, amikor egy presszó kávéba teszel egy unikumot, és úgy iszod meg, az a kupa mihályozás. Presszó kávéba teszel egy unikumot? Igen, igen. Igen. Ez miért jobb annál, mint hogyha csak innék egy unikumot? Azért, mert a kávé kitágítja az ereket, és akkor az alkohol könnyebben felszívódik, és ettől lesz egy ilyen gyorsabb, hát egy ilyen löket, egy ilyen lórugás érzésed, és egyik szilveszterkor kezdtük ezt elinni, vagy nem, szilveszterkor kezdtem ezt Cseh Tamás, alias Szofoklész barátommal, és... Na látod, jön a retorika. Igen, és nagyon, nagyon jól lehet velem mulatni, mert én sosem drogoztam, mert fizikailag alkalmatlan vagyok a drogozásra. Hát fiatal vagy. És így, bármi lehet, igen. Most már inni se iszok, tehát nagyon unalmas ember vagyok. Kupa mihályozás, úgy hívják kupa. Kupa mihályozás. A kupa mihály egyébként egy nagyon értékes ember. Így van, csak nem tudtam, hogy egy hogy... Egy nagyon értékes termékkapcsolással, ami... Nem, nagyon, nem önmagában nagyon értékes, nagyon okos, és megmondom mert nektek őszintén, de ezt ő sem rejti vék alá, hogy bizony a pohárfenekére szeret nézni, arról a környékről származik, szerencs és egyéb világából, amikor is ez a szöllő és annak nedve, az fontos volt, és ő ezt értette is, és szerette is, és tudta is. És aztán miniszter lett, pénzügyminiszter. És pénzügyminiszterként is ismerték ennek a háttérszokásait. Olyan értelmes volt, hogy amikor benne volt ez a bizonyos alkoholmennyiség, még értékesebb volt a tevékenysége és a munkája. Én is így gondolok magamra. Szólíthatunk Kupa Eszternek. Igen, remélem egyszer örökbe fogad a család. Te világéletedben abszinens voltál? Igen. Ez nagyon gyanús. Én nekem is. Nagyon gyanús. Azt kell mondanom, hogy az egyetemista koromban ezt nem is értették az évfolyamtársaim, hogy én nem vágyom a kocsmában, meg nem szeretnék. De a társaságot szerettem. Tehát együtt lenni mindenkivel nagyon akkor szerettem. Akkor is, ha ittak? Tehát te voltál akkor egyedül is. Józan? Hát nem tudom, hogy egyedül voltam, de én meg engem nem dobott fel az alkohol. Talán fel tudtam magamat anélkül is pannolni, vagy a társaság élvezte. És én meg van egy ilyen belső érzésem, ezt megint a feleségemtől tudom a legtöbbet, mert ő vele vagyok azért csak legtöbbször, hogy én azt hiszem, de ez valószínűleg csak egy tévhit, hogy nekem azért kell mindig józannak maradnom, mert nekem bármikor meg kell felelnem. Én bármikor kapok egy felkérést, vagy mennem kell, vagy intéznem kell, vagy mondanom kell, és ha én be vagyok piálva, akkor nem tudok menni, és nem tudok gondolkozni, és nekem a józanságomat meg kell őriznem. Ez valószínűleg ez belém van valahogy épülve. A szüleidet kéne erről megkérdezni, hogy ez hogyan adták. Anyám, apám se ívott soha. Hát valószínűleg innen is van, meg lehet, hogy akkor nálatok van egy ilyen társítás hozzá, hogy akkor hogy ez felelőtlenség. Igen, nem engedhetem meg magamnak, hogy másoknak szüksége lehet a készségemre, vagy az ismeretségemre, vagy a kapcsolatrendszeremre, és nem tudok megfelelni. Igen, de ez azért rossz, mert nem azért, mert engem zavar, hogy nem is szól, pedig zavar, de hanem az, hogy ezáltal nem tudod magad elengedni. Nem lazulok el, és így van. Igen, és nem tudod ez így van. És ez így van? Így is van, és nehezen is alszom el, és nagyon lassan kapcsolok ki. És én fönt vagyok 12 körül, és a 12-es híreket még hallgatom, mert hírfüggő is vagyok, és a 6-os híreket is már hallgatom. Ez úgy benne van a rendszerembe. Aztán de jó, hogy mindig ennyire jár az agyam. Így jár, de aztán megyek az uszodába, és kiúszom magamból. Tehát bemegyek az ügyvédi irodába a déli órákban, mert addig magamat csak rendbe rakom, és akkor bemegyek az ügyvédi, így öregkoromba, és azt mondom, hogy na gyerekek, én ma a következőket úsztam ki magamból. És ott kicserélődnek a gondolataim, és az úszás közben teljesen átadom magam az ügymegoldásoknak, és tényleg jönnek az ötletek. És volt olyan, hogy mondjuk egy nagy horderejű ügynek a kulcs igen. momentumát úszás közben lehet meg? Igen, jellemző. De mindig van közel a vízhez. Ilyen, vagy az zuhanyzás, vagy az úszás. Az is ugye a víz. Ugye, igen, a víz na és itt van a másik, ha már személyekről beszélünk, és arszpoetikus megjelenítéket kell tenni, hogy én ilyen úszó és vízmániás vagyok. Valószínű, te is?
Valószínűleg az előző élet... testalkat is sajátosság. Ez is igaz. Valószínűleg az húsos az emberek szeretnek lebegni a vízben. Ezt akartam mondani, valószínűleg az előző életemben egy ilyen bálnaszerűség lehettem. Én mostaniban részéről... is az vagyok, de függetlenül nem, te hülye vagy, nem. Te hülye vagy, nem bálna, hanem hogy, hogy valószínűleg élvezem a vízköre, a közeget, ha én Balatonra lemegyek, ott imádok lenni, haza se lehet hozni, és nagyon élvezem, és ha elutaztunk, amíg el lehetett utazni, mindig a tenger köré mentem. Egy ilyen vízimádó őrült vagyok, és az a közegem. Ott szeretem magam, ott érzem magam a legjobban. Megyünk a Balatonon, kerékpározunk, ide megyünk, oda megyünk, mindenhova, és akkor beesünk egy helyre már teljesen kitikkadva, akkor mit iszik a Gyuri bácsi? Akkor Gyuri bácsi iszik egy sportfröccsöt, tudod? Ja. Azt tudod mi? Igen, nagyon kevés. Egy minimális. Így van, és ekkora nagy bögrékbe hozzák igen. Nekem, és akkor én is olyan jól érzem, meg van valami kis íze, tehát látod, mégiscsak alkoholista vagyok. Hát azért. Szabolcsba ezt még csak turistának hívjuk. Turist. Akárhogy is van. De ha már az alkatodat említetted, azt ugye én jól figyeltem meg, hogy te nagyon tudatosan, amikor kiálltál a színpadra, különösen a kezdet-kezdetén, te azt mondtad, hogy én ilyen vagyok, és elkezdtél önön magadon élcelődni. Ja, hát ez azt szerintem alap. Ez védekezés. Nem, ez az van, hogy szerintem ez az egyenlőség jegyében történt, mert azt gondolom, hogy az ember nem ércelődhet másokon, hogyha a saját hibáit megpróbálja elrejteni. Ez az. Tehát akkor védekezés, eléje mész. Nem, szerintem inkább, nem az, szerintem ez inkább azt mondom, hogy így megteremtem a hangulatot, amiben az emberek megértik azt a kontextus, amiben dolgozom. Igen. A másik pedig az, hogy ez egy alapvető színpadi tézis, hogy ha van egy óriás szemölcs az orrod közepén, és kijössz, és próbálsz úgy tenni, mintha nem lenne ott, semmi más nem fognak figyelni, csak arra, hogy ott az a rohadt szemölcs az orrodon, és miért nem beszélsz erről. Neked ez nehezedre esett? Nem, soha. Nem. Én egész életemben ilyen voltam, amilyen. Igen, csak erről beszélni. Önirónikusan, mások előtt. Nincs nagy különbség a színpadi énem, meg a nem színpadi között, tehát én nekem az nem egy felvett szerep, hanem az ott én vagyok, nekem az egy önazonos. Az én kislányom ugyanilyen. Úgy látszik, hogy a konkurencia hamar fel fog jutni a fejét. Együtt élve. És hogy az van, hogy ebben nem, ez, számos kvalitásom mellett az embernek így azokat is fel kell ismerni magában, amik tényszerűen kell kezelni. Tehát, hogy ez így van. Ez így teljes. Ez nagyon fontos része szerintem, és nem hiszem, hogy emiatt bármikor is rosszul kéne érezni magát bárkinek, hogy a fizikai, beszéltünk, hogy a teste az milyen. Önazonos és önbecsülés. Ez mind igen, része, annak el kell magamat fogadni. Ez igen. Nagyon fontos. Rendkívül fontos, és szerintem pont ezért érdekes kérdés, hogy nem megy ez mindenkinek első perctől fogva, különösképpen színpadon lévő emberekről beszélek, hisz azzal, hogy én elkezdek ezen viccelődni, ki is jelölöm a támadási felületet. Persze. A kommentelők, persze. A nézők részéről. Hát ez nem te jelölöd ki. Nekik ez nem kell, hogy te mondd ezt magadról. Sőt, én azt gondolom, hogy onnan kezdődik, hogy színpadon vagy és nő vagy. Tehát ez már kijelölted. Ez már zavarkeltő. Igen, ez nagyon. Semmitől nem érzik magukat rosszabbul a férfiak, mint hogyha egy nő átveszi az általuk kijelölt területen a szerepet, és a humor az abszolút oda van lőve, hogy az egy férfi eszköztár, és ezért vagy te Fábris Anyi. A Fábris Anyi, igen, de mondjuk a Sándor pont nem érezte ezt, ő nagyon, nagyon örült nekem. Amúgy. Volt, aki nagyon nem? Nem tudom, biztos volt, igen. Szerintem ez egy olyan kérdés, hogy azoktól nem hallod meg, hogy ne haragudj, de én annyira utáltalak, amikor érdekel. Észreveszi az ember, nem? Észreveszi, hogy kicsit távolságtartó. Én nem ilyen hangulat. Én azt érzem, hogy azok a helyzet. Ja, hogyha jobban belegondolok, volt olyan, aki mai napig nem tud mit kezdeni velem, de ő nem a sikerem miatt, vagy a sikerszerűségem miatt, hanem azért, mert nem tudja azt hol tenni, hogy nő vagyok, de nem vagyok egy törékeny alkat, nem is biztos, hogy... Tehát ez a... Nem, hát figyelj, hívjuk fel. Hívjuk mondja, fel, egy névvel érdekes, mondjál. Azért nem akarok nevet mondani, mondjuk miért nem mondhatnék nevet, például ott van a Hatházi Laci, és szalag címek, Hatházi, és ott van a Hatházi Laci, aki éveken keresztül nem tudod rám nézni, tehát hogy hiába beszélgettünk, mellém nézett, vagy úgy mit tudom, és hogy így azt éreztem, hogy egyszerűen nem tud velem mit kezdeni, hogy én mi vagyok én, ki vagyok ez én. Ez kelletlenség volt az részéről, szerinted? Szerintem egyszerűen csak tehát nem feleltem meg a skatujáknak, tudod? Uh-huh. Hogy biztos, tehát hogy nem, vagy lehet, hogy csak lehet, hogy a külső miatt, lehet, hogy a belső miatt, vagy együtt a kettő, vagy simán nem voltam neki szimpatikus. Nem kérdezted? Már hogy így kollégák voltak? Szerintem nem ez a nyelv megy, tehát mi nem így beszélgetünk egymással, mint a normális emberek, hanem nálunk a heccelés megy, és akkor abból próbálsz így következtetni. Ugratás. Igen. De igazából én meg mindig kedveltem, tehát bennem nem volt, bennem a türelmi
érzése volt azzal kapcsolatban, úgy voltam, hogy majd megszokja. Majd meggyógyul a pasasség. Megszokta? Szerintem nagyon sokat fejlődött a kapcsolatok az elmúlt 5 évben. Szó. Most már szoktunk néha úgy beszélgetni, hogy rám néz. És így, igen, hát, mert romlik a szeme, nem? Igen. De hogy én, tehát hogy olyan ember nincsen, akire azt mondanám, hogy na másik, fú, de nem szeretem, meg van köztünk ilyen nagy feszültség, hanem csak az van, hogy mindenkinek más az egyéni feldolgozási ideje. Az, amikor volt maga a tehetségkutató, tehát amikor ugye versenytársaim voltak, akkor nagyon érdekesen úgy alakultak a dolgok, hogy azok, akik nem voltak ráhangolódva erre a szellemiségre, azok kipörögtek. Hiába volt egy kicsit még talán potenciális bennük, de akik most vannak velem egykorúak, meg ilyen friss új arcok, mindenki nagyon szeretetteljes, és nagyon inkább egymás kezét fogjuk, mint lögdösük egymást, és nem volt ez. Szolidális. Igen, de ez egy generációs. Együtt vagytok csapatgőr. Abszolút. És ez a galéri bűnözés is így kezdődik. Látod, én mindig álltom kötnyökre. Mindig álltom kötnyökre. A krimiben mindig álltam kötnyökre. Egymásnak kedvére akarunk megfelelni. Nem? Igen, meg jó érzés. Ez a galéri bűn. Együtt vagyunk erősek. Igen, de inkább azt mondanám, hogy az a jó, amikor lejesz a színpadra, és volt, aki meghallgatott, és figyelt rád, és akkor meg tudva beszélni. És csak a szeretted. És csak az hallgat meg, aki szeret. Még egy ilyen gyors axióma, hogy szólt az önbecsülésről. Én azt vallom, hogy önbecsülésből következik, hogy mások is megbecsülnek. És a verseny, meg a győzelem, hogyha azt akarom, hogy másokat legyőzzek, magamat kell legyőznem. Tehát én ezeket nagyon fontosnak érzem, és ha tudom, akkor követem. Tehát ezeket tényleg axiómaszerűen működtetem. Érdekes például, hogy a Bödőcs Tibi, hogy én őt érte rajongtam, meg ment egy a karizmája, meg az egész, meg őt ilyen fiatalnak éreztem így a generációból, ugye, akik az első körösek voltak, és például őt abszolút szerint megrémítettem. Tehát, hogy nem a rajongásoddal? Szerintem a jelenlétemmel, tudod, ahogy így, na hello Tibor, tudod, és így ez, szerintem neki ez ilyen nagyon sok volt. De tudok titkot tartani, te rajongó hölgyként mentél oda? Tehát a hölgyön van a hangsúly. Nem, én akkor már a társulatnak voltam a tagja. Vagy hát De úgy értem, hogy nem nőiségeddel közelítettem. Nem, én úgy mentem hozzá, hogy legelőször egy könyvbemutatón találkoztunk a Margó könyvhéten, és én úgy mentem hozzá oda, mint amikor találkozol. Hát akkor mind a ketten egy könyvklubnak vagytok a tagja, és akkor na, itt vagyok végre személyesen, szerbusz Tibor, tudod, csak ugye én nem voltam rész az ő látószögének egyáltalán, és szerintem így teljesen sokkal kapott, hogy na ez micsoda, ami itt történik. Zavarba jött? Abszolút zavarba jött. És aztán most, hogyha jobban végig gondolom, mert erre nem szoktam nagyon gondolkodni, szerintem az idősebbeknek néhány tisztelt kivétele, szerintem inkább lehet, hogy ez a fajta közvetlenség új, vagy így ismeretlen, mert én úgy nem vagyok ilyen köntörfalazós, és lehet, hogy az így... Ezért is ragaszkodtál ahhoz, hogy tegeződjünk a korkülönbségünk ellenére. Igen. Én nem jövök ide, ha nem tegeződünk. Édesapádra emlékeztetlek. Igen. Na, igazából miután elmondtad, hogy számodra egy csúnya ember kopasz szakás és szemüveges, szerintem már ne pográcsozzatok együtt, mert valószínűleg lesznek konfliktusok. Nem ő rá gondoltam. Igen, apukát nagyon szeretem, és meghatározó volt. Egyetlen gyermek vagy te? Nem, hárman vagyunk testvérek. Ó, ez igen. És legkisebb. Kisbaba. Szerencsés legkisebb, ugye? A legkisebb vagyok, és... És a legszegényebb. Igen. György, nálad én jól figyeltem meg azt, hogy amikor mondjuk elvállalsz egy ügyet, igen, azért az nem mellékes szempont, hogy mekkora port fog felverni az ügy. Nagyon jó szimattal választasz ügyet. Ez fordítva van, nem én. Az ügyfél választ minket. Tudom, csak azok közül is te sokszor azt mondod, hogy nem. A másikra meg, hogy igen. Nem feltétlenül, hogy sokszor. Ki kell szolgálni az ügyfelet? Aki a bizalmát beléd helyezi, mint ügyvédi irodába, aznak nem mondhatod azt, hogy köszönöm, nem. Mondasz nekem olyat, ami mondjuk a mi számunkra közismert, tehát nagy nyilvánosságot kapó ügy, és te nemet mondtál rá, nem vállaltad el. Kettő okból nem mondok, mert az ügyfél és az ügyvédetika tiltja, hogy én az ügyfelekről közvetlenül beszélgessek, ezért nem mondok, de vannak publikus ügyek, ugye, amik kikerültek. Kozma ügy. Ó, de rég volt, te jó Isten. Ott arra nemet mondtál, a főkolompos Rafael. Jól emlékszel erre. Mondtál. Azt lehet tudni, hogy miért? Igen, ez megint a Balaton imádat, ez megint a sport imádat, ez, hogy én nem tudok szembefordulni a sportoló halálával. Nem tudok azonosulni azzal a gondolkodással, hogy ebben a cselekvőségben én úgy tudjam őt védeni, nem látom magam előtt az áldozatot, Veszprémet, a kézilabdát. Érted? Tehát ez nekem egy ilyen lelkitörést jelent. Az nagyon durva. Viszont ott gondolkodtál. Kértél egy párom gondolkodás. Ez így tisztességes. Ha az ügyfél és a családja
belénk helyezi a bizalmát, és azt mondja, hogy itt ismerek egy ügyvédet, akit megkérlek arra, hogy védje meg a családtagomat, segítse őt túl ezen a krízisen, lehetőleg érjen el valamiféle kedvező ítéletet, mert felmentés az nem lesz, azt tudta előre, akkor én nekem azzal tudnom kell azonosulni egy kicsit lelkileg. Ez ugyanaz, amiről az előbb beszéltem, hogy távolságtartás. Ügyfél és ügyvéd közötti kapcsolattartásnak van egy fontos eleme. Én nem lehetek hozzá túl közel, nem bratyizhatok, de nem lehetek tőle túl távol sem. Ezt az optimumot kell megtalálnom, ahol tudok vele együttműködni. Volt olyan ügy, például képviseltem az azeri boltásgyilkost is. Ezt akartam mondani? Ezt is tudtam, mindent tudsz. Ha már neveket beszélünk. Ha más életéről van szó, nem az enyémről, ugye, mert arra keveset tud. Azt is lehet. Akkor hivatott engem az azerbajdzsáni nagykövet. És azt mondta, hogy ügyvédről hallottunk magáról, azt is hallottuk, hogy tud esetleg oroszul beszélni, és mit szólna hozzá, hogyha ezt az ügyet magára bíznak. És akkor megint el kellett gondolkozni, mert általában mindig elgondolkozom azelőtt, mert egy ügyet elvállok, pláne amelynek ekkora hordereje, ugye? Mert annak ütőképessége van. Az üt oda és üt vissza az ilyen publikus ügyeknek a képviselete. Bumeránk hatása is érvényesül. Tehát a plusz-mínusz te magadba, a fejedbe le kell játszani. És meg kell ismerkedni az ügyféllel. Be kellett mennem ehhez a fiatalemberhez, akit azóta már nem Magyarországon tartanak szabadságvesztés büntetés hatája alatt. És ugyanígy voltam az Attilával, ugyanígy voltam a másikkal, el kell menni, mert azt kérdezhet, hogy miért hezitálok. Azért hezitálok, mert meg kell ismernem a személyiségét. És meg kell ismernem azt, hogy az a védekezés, vagy az a történeti tényállás, és az a jogi kategória, az egybeolvasztható-e. Mert én akkor tudok alkotni, hogyha ezt egybe látom. Hasonlítok egy kicsit ilyen szempontból egy festőre, akinek kell egy inspiráció, hogy lefesse azt, amit megérzett. Ez olyan a témaválasztás amúgy a stand-upban, hogy beszélhetek akármiről, meg hozzá is tudnék szólni szinte mindenhez, viszont nem lennék önazonos, és nem lenne jó, amit beszélek, mert egyszerűen nem tudok rezonálni vele. És hogy az, amire jól tudsz rezonálni, abban tudsz sikeres lenni, meg abban tudsz jól üzeneteket átadni, és ehhez kell az, hogy az ember összerakja magáról, és a képet meg a ez az ügyvállalás, és nagyon sokan játsszák a szerepüket, nem is annyira a sértett irányában, hanem a saját családtagjaik irányban. Egy édesanyja előtt. Te sem akarsz égni. És az én anyám látott már mindent. Plusz az enyémről csak égni lehet, hogy megismer téged. De van, aki a fiában, lányában egész mást lát, mint ami a realitás. És akkor ez a szülő gyerek viszonylatában a teljesen elfogult szülő nem képes felfogni, hogy az ő fia elkövethetett valamit, ami törvénybe ütközik. Hát, nem fogja fel. Igen. És ennek akar megfelelni a gyermek. Ez nagyon gyakran, és ezt mi át tudjuk törni. Az siker. És akkor tudunk rajta segíteni. Ha pedig nem tudunk segíteni rajta, meg kell tudni mondani. Az anyai szívek összetörője Magyar György. Ez a... az anyai szót azt, ha kicserélnéd. Igen. És mire? Mond, hát mondjuk női szívekre. Ja, jó, oké. Okay. Akkor sokkal értékesebb. Válogatós is. Megbeszéltük ezt a beszélgetésünk elején, hogy a női jelenlét inspiratív. Ennyi kell. Miközben te ezzel, nem is azt mondom, hogy visszaszoktál élni, most utána nézve az életrajzodnak, olvastam egy könyvben, nem is titok, Kálmán Olga könyvében, igen, hogy te éltél egy olyan poénnal, amikor bemutatkoztatok, igaz, egymásnak itt kvázi, tettem, hogy válópereket vállalok. Poénkodtam. De ezek... A stand-up. De ő akkor férné volt, tudomásom szerint. Udvaroltak neki, igen, nem a hatályos férje, egy más valaki, aki egy szintén ismert ember, akkor udvarolt neki, és gyönyörű volt Olga, most is az. Gyönyörű volt. Nincs kétségem, csak és ezek... És akkor mondtam neki ilyet, minden, valóban. Minden nő jól veszi ezeket a poénokat? Ez már tud, ez megint ugyanaz, amiről már a beszélgetés elején beszéltünk, és bízom benne, hogy a műsorban benne is maradt, hogy legyen valami kerete szerkezete ennek a szerkezete értekezletnek, hogy tulajdonképpen meghökkentőt mondok. És látod, megmaradtam neki. Azzal az egy mondatommal, amit ott valahol Szombathely környékén, igen, ahol ő akkor dolgozott a televíziónak, volt egy ottani tudósítója, és kijött tudósítani egy jelenetet, amin éppen ott voltam, akkor ezzel összefüggésben valóban ilyet mondtam neki azért, hogy magamra hívtam a figyelmet. Erről már beszéltünk. És ez a jó példa. Jól megérezted. Látod, ő is pszichológus akar lenni. Teljesen ki vagyok, most már kattanjatok le a pszichológiára, jó? Mert sok lesz, és akkor én fog csinálni, mindenki pszichológus lesz, érted? Ő Friderikus Sándor akar lenni. Igen? Igen. Így szokták csúfolni a hátad mögött. Igen? Ki? Nem mondhatok neveket. Ismerve.
kollégáid? Tehát a stand-uposok, nem mondhatsz? Na majd adás után kiszedem belőle. Miért? Hát a néző és a hallgató fontosabb. Csak az ügyvédei jelenlétében. Itt maradok, ha akarod, itt maradok, ha van benne bizalom. Te azt mondtad, hogy nagyon jóba lenne a te édesapáddal. Ezt György nem tudom, pedig, ez György pedig, furcsa dolgok. György pedig azt mondta, hogy egy az egybe úgy olyan nézel ki, mint a lánya. Úgyhogy szerintem vége lesz ennek a beszélgetésnek, mutassátok meg a család leszünk. Akarod, hogy egy család legyünk? Én boldogam. Függ, hogy mennyi az annyi. A kis gyermekedet nagyon szívesen átveszem. Nem olyan kicsi. 16 hónapos? 16 hónapos, jó erős gyerek. De hogy igen, nem, kislány. Akkor és azért ilyen erős. Igen, nagyon cuki, formás gyerek, majd nyilván mutatom. Mit kapnék érte a piacon? De hogy igen, amúgy szerintem valószínűleg jól kijönnétek apukámmal, bár apukámnak a pálinkatesztje mindenkinek át kell menni, úgyhogy ez egy... Jó, hát majd úgy csinálok, hát ez van kamu. Egy ügyvéd, hát megoldja. Létezik kamu is. Szerintem ez a beszélgetés folytatódik majd a felvétel után. Ráskó Esztert és Magyar Györgyöt látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük a lehetőséget. Jó, mindegy, nincs mit.